Még februárban is nagyon leterhelte a kórházakat a járvány, hiszen alig indult el a védőoltások beadása Magyarországon. Ebben az időszakban csak az idősek és az egészségügyi dolgozók kérhették a vakcinát, ezért sok beteget ápoltak a megyei kórházakban. Jelenleg is egész magas számban, még 200 körüli koronavírusos beteget ápolunk a koronavírusos részlegeinken, illetve az intenzív osztályok még telítettek, az intenzív súlyos betegek száma nem csökken olyan gyorsan, mint ahogy a járvány egyébként csökkenőben van, így még 40 fölötti azoknak a száma, akik súlyos állapotúak és intenzív ellátást igényelnek. Jelentős fejlesztés valósult meg a nyíregyházi alapellátási rendszerben februárban. Háziorvosi rendelőknek és védőnői szolgáltatásoknak biztosít helyet a Csillag utcán kialakított egészségügyi centrum. Az alapellátási rendszer fejlesztése már évek óta zajlik a megye székhelyen. A cél, hogy a területen dolgozók megfelelő eszközellátás mellett a legjobb körülmények között dolgozhassanak. Nagyon fontos volt maga az, hogy olyan helyekről, olyan területekről, olyan területeknek segítsünk, ahol nem megfelelő, vagy lehetett volna, vagy lehet javítani abban, hogy a lakosság szempontjából kényelmesebb kulturált körülmények között történhessen meg a rendelés, legyen az védőnői vagy háziorvosi rendelés, illetve nyilván azt nem szabad elfelejteni, hogy a védőnői szempontból is fontos volt az, hogy egy olyan helyiségek legyenek, ami tágas, korszerű és minden eszközzel fel van szerelve. Tehát nyilván a lakosság komfortérzetét szolgálják szakmailag is, és nem beszélve a szakembereknek a mindennapi munkáját segít. Február elején napokig áradt a Tisza, ennek következtében újra több tonnányi kommunális hulladék érkezett a folyón Ukrajna felől a megyébe. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság gépei folyamatosan dolgoztak Vásárosnaménnál. Ilyenkor a folyón szerves és szervetlen eredetű úszadék érkezik. Ennek 90-95%-a szerves eredetű, fahulladék, ágak, gajak, nagyobb rönkök, és hát megközelítőleg átlába egy 5-10% az, ami a szervetlen eredetű hulladék. Ez petpalack, egyéb háztartási úszóhulladék, a papucstól a tévéig, hát nagyon sokféle. Újfehértón nem a szemét, hanem a túl sok belvíz okozott gondot februárban. Hosszú József polgármester azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy a minden évben jelentkező belvizet szabályozott körülmények között tartanák meg, amit később öntözésre és szabadidős célokra, például horgászatra is használhatnának a helyiek. Arban is vannak már előrehaladott tárgyalások, hogy esetlegesen a vízvisszatartó projekt keretében az itt felgyermelt vizet későbbiekben helyben tartsuk, és akár turisztikai, akár öntözési célra felhasználjuk, hiszen a fejetői gazdák nyáron, meg szerintem a megyében, meg az országban más is nyáron arra panaszkodnak, hogy kevés a csapadék. Ha meg tudnánk azt oldani valamilyen formában, hogy szabályozott keretek között itt tartjuk a vizet, akkor úgy gondolom azzal is ismét segítenénk egyrészt a gazdákat is, másrészt pedig a lakosságnak egy komoly turisztikai látványossága is lehetne, akár horgásztó, akár szabadidős tónak lehetne használni ezeket a fölösleges vizeket. A városi belterületeket viszont védenék, három beruházás is indult a csapadékvízelvezető rendszer bővítésére Újfehértón.